Kevesebb alma, drágább áron. A tavaszi fagy, az azt követő aszály és a túlzottan csapadékos májusi időjárás mellett a viharok és a jégeső is tizedelte az alma termést. Betöltetlen álláshelyek, mintegy 1000 ember hiányzik a MÁV-nál, de több állami vállalatnál is jelentős a szakemberhiány. Új óvodaszárny, 245 millió forintos támogatásból újult meg a Vásárosnaményi Hétszínvirág intézmény. Országosan közepes, a tavainál azonban jóval gyengébb almatermés várható. A Kölcsey Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében különösen gyenge. A tavalyi almatermés alig egyharmada várható, és a gyümölcs minősége is gyengébb lesz az átlagosnál. Ez azt jelenti, hogy a boltokban kevesebb lesz a jó minőségű étkezési, és több lesz a feldolgozó üzemekben leadott léjalma. A tavalyi 900 ezer tonnás országos nagytermés helyett idén mindössze 450 ezer tonna almára számítanak az almaterméktanács szakemberei. Ez az átlagos évek 600 ezer tonnás termésétől is elmarad, melynek a tavaszi fagy, az azt követő aszály és a túlzottan csapadékos májusi időjárás az oka, de emellett a jégkárok és a viharkárok is nagyban tizedelték az idei termést. Szabolcs megyében különösen gyenge az almatermés. Országos átlagban beszélünk a tavalyi termés feléről, de Szabolcs megyében a tavalyi termés kb. 30-40%-a látszik realizálódni. Somogyban, Pest megyében, Bács-Kiskun, Dél-Dunántúl, tehát más fontosabb almatermő tájokon viszont egy 70-80%-os almatermés látszik, és ennek az eredője az országos átlagos közepes termés. Egész európai szinten a tavainál jóval gyengébb termés látszik, azzal együtt, hogy még pontos európai termésbecslések nincsenek, csak augusztus elején fognak rendelkezésre állni, de most úgy látszik, hogy mind EU-s szinten kisebb az almatermés, Magyarországon határozottan rosszabb az almatermés, mind a tavainál, mind az átlagosnál, így nyilvánvaló, hogy a termelők mind az étkezési, mind a léalma frontján sokkal kedvezőbb árakra számíthatnak, mint a tavalyi évben. Azzal együtt, hogy árprognózisba nem merünk addig belemenni, amíg augusztus elején nem látjuk tisztán a hivatalos európai termésbecslést. A felvásárlóknak és a termelőknek augusztus 1-jéig kell szerződést kötniük a felvásárlási árakról, azonban az európai piac és a lengyel almatermés nagyban meghatározza a hazai árakat is. Az alacsonynak ígérkező termésbecslés azonban jó hír lehet a hazai gazdák számára. Lengyelországról egészen ellentmondásos információk érkeznek. Az az egy fix, hogy a lengyeleknek sokkal gyengébb termésük van, mint a tavalyi, és mivel a lengyelek adják az Európai Uniós termés harmadát, ezért ők az ár meghatározók, és ha náluk gyenge termés van, az az egész Európai Unió árszintjére kedvezően hat. Árakról nem lehet beszélni, viszont nagyjából lehet mondani, hogy a tavalyi nyomott áraknál sokkal kedvezőbb árakra kell számítani, és azt gondolom, hogy az se túlzás, azt mondjuk, hogy a sok éves átlag áraknál is kedvezőbb árszint fog kialakulni a piacon. A hazai almatermésre jellemző, hogy minden évben megközelítőleg az egyharmada étkezési minőségű, idén azonban az átlagosnál több a fagyléces, deformált vagy egyéb módon károsodott alma. Ezen az elmúlt hetek viharos, jégkáros időszaka is sokat rontott, így idén várhatóan még kisebb lesz a jó minőségű étkezési alma aránya. Mintegy 1000 ember hiányzik a MÁV-nál, de a többi állami vállalatnál is sok a betöltetlen álláshely. Mindez ugyanakkor a működésükben még nem okoz fennakadást. A cégek a potenciális dolgozókat toborzásokon próbálják megszólítani, a meglévőket pedig elsősorban anyagilag igyekeznek megbecsülni. A vonatot indítja ez a vasutas a kisvárdai állomáson. Mintegy 38 ezer társával együtt ő is a MÁV csoport alkalmazottja. A cég ugyanakkor még több ember tudna foglalkoztatni, jelenleg 2,5-3%-os a munkaerőhiány, ami nagyságrendileg 1000 főt jelent. Ez hasonló adat, mint az előző években. A rekord tavaly volt, ekkor volt a legmagasabb a fluktuáció. A társaság próbálja minél jobban megszólítani a fiatalokat, például a nyári fesztiválokon. Erre szükségük is van, hiszen egyre több az 50 év feletti dolgozójuk, vagyis elmondható, öregszik a vasutas társadalom. A vállalat több munkakörben is keres új dolgozókat. MÁV-csoport.hu weboldalon több száz álláshirdetéssel lehet találni, ezt naponta frissítik a munkatársaim. Elsősorban szakképesítéssel rendelkező kollégákat keresünk. Nagy a munkaerőhiány a járműszerelők körében, a váltókezelők, tolatásvezetők, forgalmi szolgálattevők körében, de keresünk jegyvizsgálókat is,
illetve majd a diplomásokat említjük, mérnököket is. Hiányok ugyanakkor semmilyen fennakadást nem okoz. Átcsoportosítással, túlórával oldják meg azoknak a feladatoknak az ellátását, amelyek a vasúti működés biztonságos fenntartásához szükségesek. Belső ajánlási rendszer is létezik a MÁV-nál, vagyis díjazzák azokat az alkalmazottakat, akik új munkavállalókat hoznak. Dolgozóikat pedig igyekeznek minél jobban megbecsülni. Idén értek például 3 éves bérmegállapodási programjuk végére. Több mint 30%-os bérfejlesztést hajtott végre állami segítséggel a vállalatunk, illetve most volt a vasutas hét, a múlt héten bejelentették a vezetőink, hogy szintén 24 ezer munkavállalónk 5 és 20 ezer forint közötti bérfejlesztésben részesült. Tehát mondhatjuk, hogy folyamatos a bérfejlesztés valamilyen módon. Ezen felül közel 400 ezer forintos béren kívüli juttatást is adunk. És vannak olyan munkakörök, ahol egészségmegőrző program működik, ez elsősorban a fizikai munkaköröket jelenti, ilyenkor egy hétre el lehet menni, pihenni plusz, rendes szabadsággal segíti ezt, illetve a teljes költségek átvállalásával segíti ezt a vállalat. Egy-egy vizsgáló egyébként nagyjából bruttó 270 ezer forintot is kereshet. Közben nem csak a MÁV-nál lenne szükség több munkavállalóra, más állami társaságoknál is hasonló a helyzet. A Magyar Postánál csaknem 250, a Volán társaságoknál 900, míg a BKV-nál 150-200 álláshely betöltetlen, derült ki a vállalatok Népszavának küldött válaszaiból. A Magyar Postát mi is megkerestük, közlésük szerint náluk általában 1%-os a betöltetlen állások száma. Itt leginkább kézbesítőket, csomagfeldolgozókat és gépjárművezetőket keresnek. A Volán társaságoknál pedig jelenleg 5% körüli a betöltetlen álláshelyek aránya. Elsősorban autóbuszvezetők és járműkarbantartók hiányoznak. Letartóztatta az embercsempészt a bíróság. A Nyíregyházi Járásbíróság nyomozási bírája július 17-én embercsempész és büntette miatt indult eljárásban egy hónap időtartamra elrendelte CP gyanúsított letartóztatását. Az ügyészség indítványa szerint 2019. július 14-én 5 bangladesi állampolgár megállapodott egy eddig ismeretlen személlyel abban, hogy őket ellenszolgáltatásért cserébe Szlovákiából Olaszországba utaztatják a jogszabályi rendelkezések megszegésével. Ennek érdekében az ismeretlen személy értesítette a gyanúsítottat, aki egy személygépkocsival az 5 bangladesi állampolgárt, ez idáig ismeretlen helyen, az ország határon áthaladva Szlovákiából Magyarország területére szállította. A gyanúsított Nyíregyháza felől Nyír Bogdány irányába közlekedett, amikor rendőrjárőrök észlelték és megkísérelték intézkedés alá vonni. Ekkor a gyanúsított autójával gyorsított és megpróbálta kivonni magát az intézkedés alól. A gyanúsított végül forgalmi okból megállni kényszerült az általa vezetett autóval, ekkor a rendőrjárőrök igazoltatták és intézkedés alá vonták a személygépkocsiban utazó külföldi állampolgárokat is. 245 millió forintos visszanemtérítendő támogatásból épült új szárny a Vásárosnaményi Hétszínvirág óvoda telephelyén. A fejlesztésnek köszönhetően több mint 500 négyzetméterrel, 2 csoportszobával, logopédiai foglalkoztatóval és egyéni fejlesztőhelyiséggel bővült az óvoda. A beruházás növeli a több mint 200 gyermek komfort és biztonságérzetét, valamint javítja a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyermekek integrációs nevelésének lehetőségét. 2016-ban nyújtott be a Vásárosnaményi Önkormányzat támogatási kérelmet a terület és településfejlesztési operatív program keretében, hogy komplex fejlesztést tudjon végrehajtani a Hétszínvirág óvodai telephelyén. 2017-ben pozitív elbírálást, és ezzel együtt 245 millió forintos visszanemtérítendő támogatást kapott a város a fejlesztésre. A régebbi épületrészekben is folyamatos volt a bútorok, berendezési tárgyak cseréje és pótlása, ezzel is megfelelve a korszerű, modern elvárásoknak. Az eddig 8 csoportos óvoda több mint 500 négyzetméter hasznos alapterülettel bővült, amely nem csak akadálymentes, de könnyen fenntartható épületgépészeti és villamos rendszerrel rendelkezik, hála a megújuló energiaforrást is felhasználó napelemrendszernek.
A játékország óvodáinak a csoportszobáit bővítettük, két csoportszobával nőtt a csoportok száma, aztán ezen kívül logopédiai szoba, orvosi szoba, illetve egy olyan tornaszoba is kialakításra kell, amire már nagyon régen vártak a gyermekek, valamint kint egy tündéri, pici méretű, kisméretű műfős pálya is megépült, amelyen nem csak focizni lehet, hanem kosárlabdázni, röplabdázni, illetve ezeknek a játékoknak az alapjait elsajátítani. Az óvoda kiemelkedően eredményes az egészséges életmódra nevelés, az anyanyelvi nevelés, a kézműves tevékenységek szervezése és a zenei képességfejlesztés terén. Nagy gondot fordítanak a környezetvédelem fontosságának tudatosítására, megtapasztaltatására is. Ezért az udvaron lévő játszóteret is folyamatosan bővítik, az elavult játékokat újakra cserélik. Összességében a játékország óvodáiban a létszám 300 fölötti, de azt is tudjuk, hogy ugye több telephelyen történik az óvodás gyermekeinek az ellátása, így a Vitkai és a Gergely-Garnyai városrészen, és mi működtetjük az óvodát, a játékország óvodái így egy kerek egész, úgy, hogy még az Olcsvai óvoda is hozzánk tartozik jelenleg. Az elmúlt időszakban ugye társulásban vittük ezt a rendszert, Jánd és Kisvarsány település egyházi óvodává lépett elő, úgyhogy kiléptek a rendszerünkből. Az óvónők és dajkák száma 50 fölötti, úgyhogy igyekszünk a rendszert működtetni, fönntartani, és arra buzzanék mindenkit, hogyha álláskeresés óvónő, akkor jöjjön mindenképpen a térségbe, mert azért látjuk azt, hogy a pedagógus állomány az iskolákban, az óvónői állomány az óvodákban, a dajkanénik is azért, amikor elérik azt a korhatárt, amikor elmehetnek nyugdíjba, akkor bizony ők megköszönve a munkájukat tovább állnak, és a családdal foglalkoznak, unokákkal, a saját kisgyermekeikkel is, és mi szeretnénk azt, hogyha valaki esetleg álláskeres, azt mindenképpen jelezze. Az új óvodaszány egyik termében egy különleges kiállítás is nyílt. A körülbelül 240 babát az óvodapedagógusok és a szülők közösen gyűjtötték éveken keresztül. A kiállítás a tervek szerint 3 hónapig látható a Hétszínvirág óvodában. Élelmiszercsomagokat osztott a június végi viharkárosultjainak a Magyar Vöröskereszt Nyírmadán, ahol közel 1000 ingatlan sérült. A humanitárius szervezet a Nemzetközi Vöröskereszttől lehívott sürgősségi katasztrófa és segélyalapból is részesült, valamint a felajánlott adományokból is segíteni tudott az érintetteknek. Ezeket továbbra is várják pénz, élelmiszer vagy tisztítószer formájában. Sok tető már helyreállítva, de többnél még hiányosak a palák és cserepek a nyírmadai házakon. A település több másikkal együtt 3 hete június végén sújtott a hatalmas vihar. Az 1500 helyi ingatlanból 900-950 sérült meg, ennek mintegy fele súlyosan, de a többiben is több 10 000 forintos kár keletkezett. A Magyar Vöröskereszt megyei munkatársai azonnal megkezdték a segítségnyújtást a térségben összesen 7200 káros úton, amelyhez anyagi és szakmai támogatást kaptak. A Nemzetközi Vöröskereszttől lehívott sürgősségi katasztrófa és segélyalapból 230 000 svájci frankhoz, mintegy 67 millió forinthoz jutottak hozzá. Az egyszerűnek mondható folyamathoz szükségük volt munkatársaik szakértelmére. Ez egy viszonylag gyors folyamat, 72 órán belül kell adatot szolgáltatni, tehát az első időszakban a kapcsolatfelvétel és a kárfelmérés, az igények összeállítása az, ami feladat, és ezután következik az a adminisztratív, bürokratikus feladat, hogy elérjük azt, hogy Genfbe megkapják ezt a kérést, és ez alapján a visszajelzés, hogy a támogatás megérkezik, és tudunk komolyabb segélyezési folyamatba belefogni. Ez szerint kell menni, ahogy itt van, ott van mindegyik mellett, tehát, hogy melyik az egyes autó, és onnan a kettes autó. Oké. Még egy utolsó egyeztetés. A humanitárius szervezet munkatársai csütörtökön keresték fel a nyírmadaiakat. Nem érkeztek üres kézzel. Volt, aki meghatódott a csomagok láttán. A Vöröskereszt nem csak itt segít, a lehívott segélynek köszönhetően 2400 család számára biztosít tartós élelmiszer és tisztítószercsomagot, valamint építőanyagokat. Emellett önkéntes munkával is segítenek az érintett helyeken. Továbbra is számítanak azonban a felajánlásokra. Aki adakozni szeretne a viharkárosultak javára, az a szervezet honlapján elérhető adományozó felületen ezt közvetlenül megteheti. Tűzfal kiment, a tető, a kémény. Újat kellett rakni, kéményt is, még nincsen kész, még be kellett szerezni az anyagokat,
ami nehéz. Nyírvadász szinte mindenkit érintett a pusztítás. Vagy az ingatlanjában, vagy a kertjében, udvarában keletkezett kár. Emellett a mezőgazdaság is megsillette a rendkívüli időjárást. Ez az őszi idén munkára is hatással lehet. Az önkormányzat a károk felmérése során meglepő dologgal szembesült. A felmérésünk kapcsán kiderült, hogy azért a közel fele sérült ingatlannak nincs biztosítása, és legnagyobb bajban azok vannak, vagy voltak, aki biztosítás nélkül rendezett. Az egy másik kérdés, hogy gondoskodhatott volna magáról jó gazdamódjára. Nekem a nevek láttán az a legszembetűnőbb, hogy olyan neveket találtunk, aki megtehetné a mi megítélésünk szerint, és mégsem biztosított. Nyilván van egy kör, aki nem teheti meg. Most a harmadik hét körül azt látom, hogy akinek kicsikára volt, már saját maga rendezte, a biztosítók segítségével többé-kevésbé rendeződnek a károk, és van egy olyan réteg, aki nem akar, vagy nem tud helyreállítani. Leginkább azoknak segítenének, akik akarnak, de nem tudnak változtatni helyzetükön. Mozgósítják közcélú munkásaikat, és cserépanyagot is biztosítanak. A polgármester elmondása szerint nagyobb összefogásra számított volna a helyiektől a vihar után, a máshonnan érkező segítséget pedig megköszönte. A térség országgyűlési képviselője közben 200.000 forint magánadományt juttatott el az érintetteknek, a Szabolcs 05 nevű önkormányzati társuláson keresztül pedig szintén várják a további adományokat. Jótékonysági futást, családi, baráti programot szervez az Együtt Könnyebb Női Egészségért Alapítvány augusztus 11-én az Erdei Tornapályán. A rendezvénnyel nem csak saját, hanem mások egészségéért is tesznek a résztvevők. Az alapítvány munkáját támogathatják, amely az endometriózissal küzdő nőket és családjaikat segíti. A befolyt összeg egy részét nyíregyházi edukációra és a hozzá kapcsolódó rendezvények szervezésére fordítják. A figyelmet úgy szeretnénk, hogy a magára a betegségre felhívni, hogy a regisztráció folyamán egy sárga kis kitűzőt fogunk adni, maga a betegségnek a szimbóluma ez, és ezzel is ugye mutatva az összetartást és a betegséget, illetve megpróbálni egészségügyi szűrésekkel magát a családi egészséget biztosítani, hiszen akár egy cukorbetegség, egy magas vérnyomás is lehet egy kezdődő betegségnek az oka, és akkor ezekre ilyen kis szűrővizsgálatokat szeretnénk az ott jelenlévőknek. A következő szezonban ismét az élvonalban szerepel majd Mohácsi Máté. A nyíregyházi nevelésű kosaras az Oroszlán csapatával jutott fel az NB1-be. A szabadságát szülővárosában töltő játékos a 3x3-as válogatott tagjaként készül az augusztus végén esedékes debreceni Európa-bajnokságra. Az elmúlt év nyarán az élvonalbeli Zalaegerszegtől igazolt a feljutást megcélzó oroszlányhoz Mohácsi Máté. A nyíregyházi nevelési kosárlabdázó gyorsan alapember lett új csapatában, amellyel az alapszakaszban mindkétszer legyőzték a nyíregyháza Blue Sharks-t. A rájátszásban nem találkozott a két együttes, a kékcápák végül negyedikként zártak, míg az oroszlány a MAPS és a Veszprém legyőzésével megszerezte a bajnoki címet. Sokan mondták már ezt előttem, hogy minden évben ez a minden idők legerősebb B csoportja. Ez az utóbbi három évben szerintem tényleg tendenciózusan növekszik az ereje. Egyre több A csoportos játékos igazol B csoportba, a több játék lehetőség reményében, illetve hát tényleg a nagyobb kihívás reményében. Úgyhogy azt gondolom, hogy valóban ez az év ez nagyon erősre sikerült minden téren, tehát főleg ez a négy csapat kiemelkedő játékerőt képviselt. A Veszprém, a MAFC, a Nyíregyháza, illetve az oroszlányi gárda. Úgyhogy azt gondolom, hogy végül is igazságos eredmény született a mi feljutásunkkal, mert nagyon sok munkát rakott bele a csapat, és azt gondolom, hogy az edzés minősége is átcsoportos volt, de tényleg azt gondolom, hogy ez egy jó bajnokság volt. Mohácsi Máté már több éve tagja a 3x3-as válogatottnak, amellyel a hazai rendezésű debreceni Európa-bajnokságon lép majd pályára nyár végén. Kicsit más volt ez a nyár, miután ugye mi vagyunk a rendező ország, ezért nem kellett selejteznünk, tehát kimaradt úgymond a júniusi selejtező. Ettől függetlenül volt egy hónapos összetartásunk, illetve voltak tornák, ahol játszottunk. Csirke Ferenc edző próbálja összerakni azt a négyest, azt az adott négy játékost, aki a legjobban tud szerepelni. Tehát még végleges keretről nem tudok beszámolni, de augusztus 30-31-e, illetve szeptember 1-e között van Debrecenben a hazai rendezés Európa-bajnokság, ami azt gondolom, hogy egy nagyon jó értékmérő lesz, és nagyon jó érzés lesz játszani azért több mint 1000 ember előtt a debreceni főtéren. Erre készülünk augusztusban még két hetet, és neki megyünk az adott ellenfélnek.
Mivel a 3x3-as kosárlabda is szerepel az olimpia programján, a hazai szövetség kiemelten menedzseli a csapatot. Tokióba a jövő évi kvalifikációs tornáról juthatnak ki Mohácsiék. Bár voltak kérői, újabb két évig a Nyíregyháza Spartakuszban játszik Fodor Ferenc. A spari csapatkapitánya bízik abban, hogy ez alatt az idő alatt kiharcolják a feljutást. A Szlovéniában edzőtáborozó nyíregyháziak második felkészülési meccsükön a szlovén másodosztályú Drava Ptuj csapatával játszottak gól nélküli döntetlent. A pécsi nevelésű labdarúgó második időszakát tölti Nyíregyházán. A 2014-15-ös szezont követően a 28 esztendős védő megfordult a Puskás Akadémiánál és Kisvárdán is, két éve pedig ismét a piros-kék mezt viseli. A csapatkapitány alapember a Sparinak, amelynek szereplése az elmúlt bajnokságban elmaradt a várakozástól. Az átigazolási időszak elején több helyről is keresték Fodor Ferencet, aki végül úgy döntött, hogy nem vált csapatot. Volt lehetőségem máshol folytatnom, azonban azt gondoltam, hogy ugye egy felemás szezon után nem feltétlenül kell azt a klubot ott hagyni, ahol eddig megbecsült játékos voltam. Bízom benne, hogy ebben a két évben, amit alá is írtam, sikerül megvalósítani a célokat, és közösen egy szép jövő elé nézünk. A csapatkapitány bízik abban, hogy a Spari a tavasszal mutatott teljesítményre alapozva ott lesz a feljutási harcoló csapatok között. A tengely megmaradt, azonban azért egy 6-6 játékos, ha nem csak az emlékezetem, kicserélődött. Ugye mindig azt gondolom, hogy egy futballistának csak a célja az első hely lehet, az első kettő hely az, ami ugye feljutást ér. Én inkább azt mondom, hogy legyen egy olyan szerethető csapat Nyíregyházán, akiért az emberek szívesen jönnek ki szurkolni, és szívesen buzdítanak minket. Ha ez megvalósul, akkor azt gondolom, hogy egy új stadionnal és egy fejlettebb létesítményen azt gondolom, hogy a feljutás is a közeljövőben elérhető céllá válik. A jelenleg Szlovéniában edzőtáborozó Nyíregyháza első meccsén 5-0-ás vereséget szenvedett a szlovén első osztályban szereplő SC Kopertől, majd a második mérkőzésen a szlovén másodosztályú Drava Ptuj csapatával játszott a gól nélküli döntetlen Fodorék. Most pedig kiradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. A tavalyi 900 ezer tonnás országos nagy termés helyett idén mindössze 450 ezer tonna almára számítanak az almatermék tanács szakemberei. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében különösen gyenge termés várható, és a gyümölcs minősége is rosszabb lesz az átlagosnál. Az Európa szerte tapasztalható alacsonyabb termés átlag azonban a gazdák számára kedvezően hathat a felvásárlási árakra. Mintegy 1000 ember hiányzik a MÁV-nál, de a többi állami vállalatnál is sok a betöltetlen álláshely. Mindez ugyanakkor a működésükben még nem okoz fennakadást. A cégek a potenciális dolgozókat toborzásokon próbálják megszólítani, a meglévőket pedig elsősorban anyagilag igyekeznek megbecsülni. 245 millió forintos támogatásból alakította ki új épületszárnyat a Vásárosnaményi Hétszínvirág óvoda telephelyén. A beruházás növeli az odajáró több mint 200 gyermek komfortérzetét, valamint lehetőséget biztosít a hátrányos helyzetű gyermekek hatékonyabb integrációs nevelésére. Az eddig 8 csoportos épület több mint 500 négyzetméter alapterület hozzáadásával 10 csoportosra bővült, és az új épületszárnyat megújuló energiaforrás használó napelemrendszerrel látták el. A beruházás részeként egy mini műfűves sportpálya is helyet kapott az óvoda udvarán. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták július 18-án csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon elérik, visszanézhetik. Én kollégám nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön késő délután változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő várható több-kevesebb napsütéssel, majd estétől csökken a felhőzet. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg erős viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul. Pénteken fronthatás nem veszi majd igénybe szervezetünket, de a déli-délutáni órákban erős lehet az UV-sugárzás. A fátyol és gomoly felhők mellett több-kevesebb napsütés várható. Napközben esetleg előfordulhat helyenként zápor, zivatar.
A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 fok körül alakul. A folytatásban egyre több napsütésben bízhatunk, csak északkeleten, keleten lehet néhol több a gomoly felhő, és ott alakulhat ki zápor, zivatar. A melegedés után a jövő héten ismét csökken 1-2 fokkal a nappali felmelegedés.